Sziasztok, ez itt Urad a VR Tech. Végre itt vagyunk, folytatjuk ezt a projektet, az AI videók elkezdődnek ezen a csatornán. Az előző évet valahol ott hagytuk abba, hogy Dani készített egy ilyen nagyon érdekes videót arról, hogy milyen lenne, hogyha a mi hangunkon szólalnának meg a különböző karakterek filmekben, videókban, stb. Biztos emlékeztek rá. És annak a videónak a végén feljött egy téma, feljött egy kérdés, ami nagyon érdekesnek hangzott. Hiszen mi van abban az esetben, hogyha fordítva gondolkozunk, és megpróbálnánk szinkronizálni mondjuk egy videójátékot a szereplő eredeti hangjával, és mondjuk magyarul? Hát igazság szerint az ő eredményeit fogjátok most látni per hallani. Illetve fontos megjegyezem, hogy ebben a projektben részt vett még Danex, vagy Danix is, akit a közösségből ismerhettek, illetve Zero Ice, akit szintén ismerhettek, úgyhogy hárman dobták össze ezt a cuccot. Az előző videóban az SVC programot használtuk a hangmodellek elkészítésére, most az RVC-t próbáltuk ki, ami szintén a GitHubról elérhető ingyenes program, amiben ugye hangmodelleket tudtok létrehozni, annyi különbséggel, hogy ebben egy talán egy fokkal egyszerűbb, és nagyjából egy olyan 10-15 perc nyers szöveg alapján képes létrehozni egy hangmodellt, és ami miatt ezt a modellt választottuk, az az, hogy csak az RVC-ben érhető el az a kis csúszka, igaz, hogy ez egy csúszka a programban, hogy mennyire legyen a hangmodellre befolyással az eredeti beszélő akcentusa. Ugyanis ebben a projektben az volt a cél, hogy egyáltalán ne legyen akcentusa. A videó itt két részből fog állni. Az első részében példákat fogok nektek mutatni játékokból. Azért játékokat választottunk, mert talán ezért nem fog minket megcseszni a YouTube, hogyha ezeket mutogatjuk. Hogyha filmekkel próbáltuk volna ugyanezt, akkor valószínűleg nem lenne itt ez a videó most nektek. A másik részéből pedig ilyen kis extra hülyeségeket csináltunk, úgyhogy kezdjük az első résszel. Több játékban is megnéztük, hogy hogyan működhetne ez a magyar szinkron. Az első a Detroit Become Human volt, úgyhogy hát hallgassátok, mi sült ki belőle. Megalkottak minket gépeket, hogy szolgáljuk az embert. Intelligenssé és engedelmessé tettek szabad akarat nélkül. You created machines in your own image to serve you. You made them intelligent and obedient with no free will of their own. Többé nem vagyunk már robotok. Mi egy új, intelligens faj vagyunk. We are no longer machines. We are a new, intelligent species. Ezért azt követeljük, hogy nekünk is legyenek jogaink. Na most, amit itt rögtön észre lehet venni, számít az, hogy mi a szinkron anyag. Ebben az esetben Dani volt az, aki szinkronizálta Markust. Megalkottak minket gépeket, hogy szolgáljuk az embert. Nekem nagyon felismerhető még így is, de hát ez volt a kezdet, ez volt az első kis teszt, amivel próbálkoztunk, és menjünk szépen tovább. A következő példa a Cyberpunk 2077-ből lesz. Nem árulok el semmit, hallgassátok meg, mert nagyon érdekes lesz. Egyedül vagy? Csak a pénzemet akarom. Megvan a chip. Rendben, láss hozzá, Bug. Are you alone? I just want the money. You got the chip? All right, start her up, Bug. Addig menj ki a mosdóba, és mosakodj meg egy kicsit. Csak egy perc az egész. Mi van? Ember, ne csináld. A nyakad, tiszta gáz. Why don't you go to the bathroom, wash up, we gonna be with you in a minute. What? Oh, come on, man. Your neck. It's a mess. Csak vedd el a kibaszott chipet, Dex. Na, ez volt az első példa, amikor igazán úgy éreztem, hogy így... Na, várj egy kicsit, hogy micsoda. Szóval úgy képzeljétek el, hogy ebben a példában az összes karakter, amit hallottatok, Dani volt. Egyedül vagy? Csak a pénzemet akarom. Megvan a chip. Csak vedd el a kibaszott chipet, Dex! És teljesen elvész ez a dolog. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, hogy feltűnt-e, hogy egyetlen szinkron színész volt ez alatt a példa alatt, és milyen jól működött, de menjünk tovább. A harmadik példánk a The Last of Us. Ellie és Joel egyik párbeszédét vettük elő. Na most itt előre megjegyezném azt, hogy ez egy nagyon nehéz dolog volt, ugyanis nem használtunk női szinkron színészt, illetve Joel hangja pedig most Danix lesz ebben az esetben, aki valami nagyon jól nyomja ezt a cuccot, de figyeljétek! Mi a fenét akarsz tőlem? Azt, hogy vald be, hogy Dave meg akartál tőlem szabadulni. What do you want from me? Admit that you wanted to get rid of me the whole time! Tommy ismeri a környéket jobban. Nem érdekel.
Már bocsánat, de sokkal jobban bízok benne, mint magamban. Ez csak süket duma. Tommy knows this area. Well, I'm sorry. I trust him better than I trust myself. Stop with the bullshit. Mégis mitől félsz ennyire? Hogy úgy fogom végezni, mint Sam? Teljesen immunis vagyok. Őt látod bennem, igaz? Tessék. Maria mesélt nekem Saráról. És Ellie? Én... Most nagyon, nagyon vékony égen jársz. Sajnálom a kislányod, Joel. De én is vesztettem el embereket. Fogalma sincs, hogy mi a veszteség. Mindenkire, akire vigyáztam, vagy meghalt, vagy elhagyott. Mindenki, kivéve téged csessza meg. Itt például voltak részletek, ahol teljesen elveszítettem azt, hogy most itt most valaki rászinkronizál erre a dologra, és teljesen eladható volt az eredeti színész hangja, legalábbis számomra. Most nagyon, nagyon vékony égen jársz. You are treading on some mighty thin ice here. Fogalma sincs, hogy mi a veszteség. You have no idea what loss is. Ez a technológia a filmiparban is egyre jobban kezd elterjedni. Az egyik ilyen éllovasa ennek az egésznek a ReSpeecher nevezetű cég, akik a Lucasfilms-el, illetve a Sony-val is együtt dolgoznak. A Lucasfilms esetén például a Mandalorian sorozatban fiatal Luke Skywalkernek a hangját konkrétan ilyen technológiával ugyanígy csinálták, ahogy mi is próbáltuk itt a példákban ezt megmutatni nektek. Ami nagyon érdekes, hogy ennek a cégnek van egy ilyen FAQ-ja, vagy egy ilyen kérdezfelelek része a weboldalukon. Kifejezetten kitérnek arra, hogy mit kezd ez az egész AI technológia az akcentussal. És még ők is azt mondták, hogy ezzel nem nagyon tudnak jelenleg mit kezdeni. Tehát annyira jól működik maga a modell képzés, az AI modell létrehozása, hogy minden egyes esetben valamennyire hallatszani fog az eredeti beszélőnek az akcentusa. És ha azt mondom nem, akkor úgy vélem, mint ketten csalódtunk egymásban. Sajnálom a kislányod, Joel, de én is veszettem el embereket. És ha azt mondom nem, akkor úgy vélem, mint ketten csalódtunk egymásban. Sajnálom a kislányod, Joel, de én is veszettem el embereket. És ha azt mondom nem, akkor úgy vélem, mint ketten csalódtunk egymásban. Sajnálom a kislányod, Joel, de én is veszettem el embereket. A példáink alapján szerintem voltak olyan részek, mondatrészek, meg akár mondatok is, ahol nem éreztem ezt egyáltalán, de azért a beszédeknek a nagy részén lehet érezni azt, hogy ez valami nem okés. Összefoglalva ezt a részt, ami nagyon fontos és kijött, hogy akik azt mondják, hogy a szinkron színészetnek vége van, mert itt az AI, és ennyi volt, nagyon nincs igazuk. Hatalmas szükség van szinkron színészekre, hiszen egy nagyon jó alap kell ahhoz, hogy ez jól működjön. Elárulom nektek, hogy volt egy negyedik példánk is, ami a God of War-ból volt. Egy Kratos és Atreus közötti beszélgetés, meg jelenet. Annál a példánál a szinkronsaroknak a szinkronját vettük számításba, vagy vettük elő, és azokat a hangokat használtuk, és elképesztő lett az eredmény, és nem tudjuk nektek bemutatni sajnos, mert nem kaptunk engedélyt, hogy most ebben a videóban ezt lejátsszuk nektek, de ettől függetlenül brutál, és ezért mondom nektek, hogy meghallva azt, én átadom nektek ezt a gondolatot, hogy igen, szükség van szinkron színészekre, mert azért az, hogyha valaki így amatőr módon nekiáll egy ilyet csinálni, az nem fog úgy elsülni. Na de! Nem álltunk meg ennyinél, és időközben, nem tudom mennyire figyeltétek, vagy mennyire hallottatok erről, de a YouTube-on megjelent egy új feature, ami most jelenleg, ha jól tudom, akkor Mr. Beast-nél elérhető csak. Eddig is lehetett ugye feliratokat készíteni a YouTube-on a videókhoz, viszont bejött ez az új dolog, hogy hangsávokat is feltölthetünk. Ennél fogva arra gondoltunk, hogy mi lenne, hogyha megnéznénk, hogy milyen, hogyha több nyelven készítenénk mi is videókat, úgyhogy egy ilyen nagyon érdekes montást készítettünk nektek egy shortcut videóból, ahol én mutatok be pont egy Asus telefont. Hát hallgassátok milyen, hogyha külföldi nyelveken beszélek.
Ciao ragazzi, Asus non vuole lasciar perdere questa idea che un telefono piccolo può essere un buon telefono. Obwohl wir das Zenfone 9 letztes Jahr nicht getestet haben, lekin hamari pas Steak Channel per esa ik vidyapan ta. La verite se kusa aite avre succes l'année dernière. Kekyo kono tokoro, hulakko sit kusa matofon no hardware wa chisana denma ni idera rimashita. Y aquí está el Zenfone 10, que desempaquetamos en este video y vemos como es. Ehhez a projekthez egyébként az Aplio nevezetű alkalmazást használtuk, ami gyakorlatilag ezt az RVC modellt használja. Tehát az RVC-ben elkészítettek a saját hangmodelleteket, és ebben az Aplio-ban pedig konkrétan úgy történik ez a dolog, hogy leírjátok angolul, spanyolul, bármilyen nyelven a szöveget, és ez a program egész egyszerűen hát így felolvassa. És akkor azt úgy ráhúzzátok az eredeti beszédre, és nagyjából ebből lesz egy ilyen, amit hallottatok. Amúgy szerintem nagyon durván működik. Megmondom őszintén, elgondolkoztam ezen, hogy mi lesz, hogyha ez most majd elérhető lesz mindenki számára, hogy fogunk mi ezzel foglalkozni, vagy sem. Minden esetre nagyon érdekes. És a végére hagytam egy példát, ami... Hát, tudjátok mit, nem is mondok semmit, hallgassátok meg. Hauzió, mi okáj, tunkó, hőzele. 上派阳有限公司，这是什么意思？ 我是他爹啊， 叫我们看看。 这也是不可或缺的。 这件事我估计永远不会忘记， 你竟然说服我做这种事。 他还配有一个面具， 这突然来了。 Igen, Pistit hallottátok kínaiul, ahogy a pókember jelmezt kibontja. Összességében ez a szinkronizálós cucc, főleg magyaroknak, én elképesztő lehetőségnek tartom. Tehát, hogyha valaki szeretne a külföldi piacra is úgymond betörni, vagy legalább esélyt adni arra, hogy a tartalmait megnézzék mondjuk angolul, a felirat is opció, és tudom, hogy sokan foglalkoztak ezzel, hogy mondjuk angol feliratot készítenek a videóikhoz, de szerintem egy angol szinkron nagyon nagyot tud dobni, ráadásul ugye lokalizálni tudjuk a videó címét is, tehát az is lehet egy angol cím, és rögtön, hát nem tudom hány milliárd emberhez eljuthat akár a videónk, hogyha nagyon akarjuk, úgyhogy szerintem borzasztó nagy benne a lehetőség, és úgy amúgy összegezve most már így a két videót, az előzőt és ezt, én úgy gondolom, hogy ez az AI technológia, ez a hangmodelles dolog egy borzasztó jó eszköz lehet a megfelelő emberek kezében. Semmiképp sem gondolok rá negatívan, mert sokan nagyon félnek ezektől az AI-os eszközöktől. Na ez kifejezetten egy eszköz. És tényleg egy eszköz. Egy olyan eszköz, ami nem fogja pótolni az emberek munkáját, hanem hozzáad. És csak bízom abban, hogy megváltozik egy kicsit a hozzáállása a szinkron készítőknek az AI-os eszközökkel kapcsolatban, mert igazság szerint csak a munkájukat lehetne leegyszerűsíteni, lekönnyíteni, vagy adott esetben akár még kreatívabb dolgokat tudnának csinálni, úgyhogy bízom benne, hogy ez meg fog majd történni idővel. Nagyon fontos, ez az AI sorozat most nem ér itt véget, hanem itt rengeteg AI ötlet van még a fejemben, amiket szeretnék nektek bemutatni, rengeteg eszköz. Vannak olyan AI eszközök, amiket naponta használunk itt a stúdióban, és ezekről is szeretnék nektek mindenképpen videót csinálni, úgyhogy számíthattok rá, hogy folytatódik ez a sorozat. Amennyire gyakran csak lehet, készítem majd ezeket nektek. Úgyhogy köszi szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, ha nem, akkor hát diszlájkoljátok ezt a videót. Iratkozzatok fel, az nagyon fontos, most viccen kívül, és legközelebb találkozunk. Szevasztok!